Az európai néppárt számára fontos az emberek véleménye, ezért indította a helyi párbeszédek rendezvénysorozatot. Ennek legutóbbi állomása Nyíregyháza volt. Az ehhez hasonló fórumokon a választópolgárok azokat az igényeiket fogalmazhatják meg, amelyet az Európai Uniótól és az Európai Néppárttól várnak. Egy másik célja a rendezvénysorozatnak, hogy mindenki figyelmét felhívják a közelgő májusi európai parlamenti választásra. Mindenki tisztában van azzal, hogy van egy ilyen joga és kötelezettsége is egyben, de sokan úgy gondolták eddig, hogy nem fontosak az EP választások, és most 2019-ben azt látjuk, hogy valóban nagy európai tétje van ennek az EP választásnak, és az elsődleges tét az az, hogy milyen erők kerülnek be az Európai Parlamentbe, az Európai Bizottságban, tehát milyen lesz Európa jövője. A migránspártiak maradnak továbbra is befolyásban, illetve pozícióban, vagy pedig sikerül átbillentenünk ezt a rossz helyzetet, és olyan embereket bejuttatnunk az európai döntéshozó szervezetekbe, akik az emberek képviseletére, tehát a bevándorlás ellenes pozícióra helyezkednek. Az Európai Unió sok pozitív dolgot hozott a magyar emberek életébe a 2004-es csatlakozás óta. A mostani brüsszeli vezetőség azonban olyan döntéseket próbál Magyarországra ráerőltetni, amelyek nem hazánk érdekeit képviselik, tette hozzá Bocskor Andrea. A Régiók Európai Bizottságának Európai Néppárt csoportja kezdeményezte azt a társadalmi párbeszédet, amelynek helyszínt biztosított a Megyeháza pénteken. A fórum célja, hogy a helyi és térségi szereplők megosszák véleményüket, és ismertessék a 2019-es európai parlamenti választásokkal kapcsolatos elvárásaikat. Van egy kérdőívünk is, amit remélem minél többen kitöltenek, és eljuttatjuk a kérdőíveket, az itt elhangzottakat Manfred Webernek, aki a Európai Néppárt spitzenkandidátja, csúcsjelöltje a közelgő európai parlamenti választásokon, és felhasználjuk az itt szerzett tapasztalatokat is a néppárti program összeállításában. Az állampolgárok 5 kérdésre válaszolhatnak. Ezek között szerepel például, hogy milyen elvárásokat támasztanak az Európai Néppárt vezetőivel szemben, milyen EU-s eredményeknek van látszata a saját életükben, illetve hogy milyen prioritásokkal kellene foglalkoznia a Fidesznek EU-s szinten.